KILENCEDIK FEJEZET a mosolyogva állt a rózsafa keretes tükör előtt. Végig simított a ruháján. A merész nyakkivágást dús fehér csípke tengernyi habja szegélyezte. A dekoltás talán kisé túl merész is volt. Szerencsére a csípke félig eltakarta a keblét. A gyönyörű öltözék elkészítéséhez elképesztő mennyiségű halványzölt használtak fel. A lány derekát öv helyett egy vörös kendő lelte át. Háromszög alakban kötötte magára, így a vöröslő sáv szépen elválasztotta a ruha szorosan testre tapadó felső részét, az alul zabolázatlanul terjeszkedő szoknyától. Az egészet, mintha elborította volna a csillogó, zöld gyöngyszemekkel kivarrott minta. A lány karcsú alakját kiemelték a zöld inták és hurkok, meg persze a keblére simuló csipke. Az öltözék jól eltakarta a hajtükből eszkábált kezdetleges tört. Nem volt túl kellemes érzése, hogy a csondarabok belenyomódtak az oldalába. Felemelte a kezét és megérintette gondosan bebodorított feltűzött haját. Igazából nem is tudta okát adni, hogy miért bújt ennyire látványos öltözékbe. Azért az eszében, hogy a próbatétel megkezdése előtt amúgy is át kell majd öltöznie. Csak hát... Az ajtó felől szoknyák susogása hallatszott. Amikor Szeléna felemelte a tekintetét, a tükörben megpillantotta a szobába belépő Filippát. Megpróbált nem öntelt képet vágni, ám az álszerénység meghaladta az erejét. Milyen kár, hogy asszonyom az, aki, szólalt meg a cseléd, és megfordította szelénát, hogy jobban megnézhesse magának. Cseppet sem lepődnék meg rajta, ha valamelyik nagy úr házassági ajánlatot tenne. Ha asszonyom odafigyelne a viselkedésére, talán még ő hercegi fensége is megfontolna a dolgot. Megigazította a ruha zöld hullámait, mielőtt letérdelt volna, hogy megtörölgesse az orgyilkos rubinvörös fényű cipellőit. Hát az emberek már is ilyesmiről fecsegnek. Hallottam, ahogy az egyik lány arról beszél, hogy a koronaherceg pontosan ezért hozott ide magával, hogy elcsábítson. Én pedig azt hittem, hogy az egész udvar tud erről az ostoba erőpróbáról. Bármiről is plegykáljanak most az emberek, egy hét múlva már senki sem emlékszik, majd semmire meglátja. Válaszolta Filippa, és felkelt. Ha a herceg figyelmét egy új nő vonja magára, akkor asszonyom többé már nem fog szerepelni az udvari plegykákban. Szeléna kihúzta magát, miközben Filippa megigazította az egyik csintalankodó hajtincsét. Jaj, ezzel nem akarta már megbántani, kislány. A koronaherceget mindig is gyönyör, gyönyörű nők vették körül. Asszonyom igazából örülhetne annak, hogy önt is közéjük sorolják. Ez azt jelenti, kegyedet elég szépnek tartják ahhoz, hogy akár a herceg szeretője is lehessen. Jobban örülnék annak, ha nem gondolnának ilyesmit rólam. Szerintem, szerintem pedig ez jobb annál, mintha ordiakos az ember. Szerén Filippára nézett és elnevette magát. Az idősebb nő a fejét csóválta. Sokkal csinosabbám az arca, amikor nevet. Olyan kislányosan üde. Sokkal jobb volna, ha többet mosolyogna, és nem csak állandóan duzzogna. Igen, ismerte be Szeléna talán igazad van. Elindult, hogy letelepedjen a májva színű kerevetre. Jaj, ne! kiáltotta Filippa. A lány megdermett a mozdulat közben. Összegyűri a szövetet. De hát ez a papucs iszonyúan nyomja a lábamat. Méltatlankodott savanyú képpel az orgyilkos. Nem gondolod komolyan, hogy egész nap ácsorogni fogok benne, még evés közben is? Egészen addig talpon kell maradnia, amíg valaki azt nem mondja nekem, hogy asszonyom gyönyörű. Senki nem tudja, hogy te vagy az én szolgálom. Ó, azzal mindenki nagyon is tisztában van, hogy a herceg úr szeretője mellé rendeltek, akit elhozott magával résvárba. Szeléna ráharapott az ajkára. Tekinthetné akár előnyös dolognak is, hogy senki sincs tisztában a valódi személyazonosságával. De vajon mit gondolnak majd a vetétársai? Talán mégiscsak jobb volna, ha zekébe is nadrágba bújna. Az egyik tincs miatt viszketni kezdett az arca. Megpróbálta félrehúzni, de Filip rácsapott a kezébe. Tönkre teszi nekem a frizuráját. A lakosztály ajtaja hangos csattanással vágódott ki, amit a jól ismert mérgelődés és lábdobogás követett. A tükörben jól látta a beviharzó kolt, a férfi lihegett. Filippa puked lizett előtte. Héte! Kezdte volna a férfi, de elakadt a szava, amikor Szeléna szembe fordult vele. Szinte kővé vált, ahogy megpillantotta a lányt. Félrehajtott fejjel csak tátogott. Végül összeszedte magát, megrázta a fejét, és dühös arccal így szólt. Indulunk felfelé. Azonnal. Az orgyilkos is pukedlizett, Végig leeresztett szemhéja alól nézett a fiatalemberre. Tisztelt Uram, szabad érdeklődnöm, hogy hová is igyekszünk? Ne sejpítsél nekem, mérgelődött a férfi. Megragadta a karját és megpróbálta kivonszolni a szobából. Vesztful, kapitány, méltatlankodott Filippa. Úrnöm, el fog esni a szoknyájában, legalább azt engedje meg neki, hogy felemelje a szegélyét. Szeléna tényleg rálépett a szoknya aljára. A lába valósággal sajgott a cipellő miatt. A testőr azonban nem törődött a két nő ellenvetéseivel, hanem kivonszolta maga után a lányt az előcsarnokba. Az orgyilkos rámosolygott a kint álló testőrökre, szélesen elvigyorodott, amikor meglátta, hogy a harcosok elismerően bólogatnak. A kapitányuk bezzeg már olyan erővel szorította a karját, hogy a szinte fájt. – Igyekezz már! – dühöngött a férfi. Nem késhetünk el. Talán, ha kellő időben szólsz, akkor felöltözhettem volna már korábban, és most nem kellene végigvon szólnod a folyosókon. Alig kapott levegőt, mert a fűző valósággal összesajtolta a tüdejét. Mindjárt megroppannak a bordái. Szinte rohanva haladtak fel a hosszú lépcsőn. Gyorsan felemelte a kezét, mert ellenőrizni akarta, hogy nem mente tönkre a frizurája. Fontos dolgaim voltak. Inkább örülhetnél, hogy volt időt felöltözni. Mondjuk nem éppen ilyen csicsás ruhába kellett volna bújnod, amikor a királlyal találkozol. A királlyal. Szerencse, hogy nem evett egy falatot sem. Igen, a királlyal. Gondoltad, hogy nem fogsz vele találkozni, hiszen a koronaherceg már világosan elmondta, hogy ő az erőpróba ma kezdődik. A mostani összejövetel jelenti a küzdelem hivatalos megnyitóját holnap pedig bele is vágtok a valódi felkészülésbe. A lány úgy érezte, mintha ólommá váltak volna a tagjai. Teljesen megfeledkezett a sajgó lábáról és a megroppant bordáiról. A keretben megszólalt az a tort, csáli óratorony. A harangok az egész órát jelezték. Végre felértek a lépcső tetejére. Végig rohantak egy hosszú folyosón, már alig kapott levegőt. A rosszulét ellen küzdve, kipillantott az egyik oldalsó ablakon, nagyon magasan voltak. Nagyon, de nagyon magasan. Fent jártak az üvegtákolmányban. Nem akart itt lenni. Képtelenség, hogy kibírja az üvegpalotában. Miért nem szólták korábban? Mert a király úgy döntött, hogy most rögtön akar találkozni veletek. Eredetileg csak a mai estéről beszélt. Remélhetőleg a többi bajnok jelölt később bír oda, mint mi. Szerén a kis elájult. A király. Amikor belépünk, szólt hátra a kapitánya a válla fölött, ott állj meg, ahol én. Hajolj meg, mélyen. Amikor kiegyenesedsz, húzd ki magad, és csak is előre néz. Ne nézz a király szemébe, és ha válaszolsz neki, mindig tedd hozzá, hogy felség. Soha, semmilyen körülmények között ne próbálj meg szemtelenkedni vele. Ha felbőszíted, azonnal a hóhér kezére ad. Az orgyilkos érezte, hogy kínzó fejfájás áll a bal halántékába. Egyre nehezebben küzdött a rosszulét ellen, olyan magasra jöttek, életveszélyes magasságban jártak. Kol megtorpant, mielőtt befordultak volna egy sarkon. Milyen sápat vagy! A lánynak nehezére esett a fiatalember arcára összpontosítani, megpróbálta szabályozni a légzését, igyekezett megnyugodni, gyűlölte a fűzőjét, gyűlölte a királyt, és persze az üvegből készült palotát is. Annak idején valóságos rémálom kéltélte át a fogságát és az elítélését, mintha csak lázas beteg lett volna. Az ítélethozat arra azonban tökéletesen emlékezett. A falakat sötét lambéria borította. Elfogása közben számos sérülést szerzett, mindene fájta, hogy ott ült a sima széken. Testére és lelkére egyaránt iszonyatos csönd borult. Rápillantott a királyra, csupán egyszer. Már ez is elég volt ahhoz, hogy szelénet elragadja a pokoli indulat. Bármire hajlandó lett volna, hogy a lehető legmesszebb kerüljön attól a férfitól a legszörnyűbb büntetéstől még gyors haláltól sem riadt volna vissza. Szeléna Pislogni próbált, és valósággal lángolt az arca. Kol megenyhült arc kifejezéssel nézett a lányra. Ő is csak egy ember. A rangja miatt azonban meg kell adnod neki a kellő tiszteletet. Magyarázta, majd újra elindultak. Kissé lassabban haladtak. A mai találkozó célja csupán annyi, hogy te és a többi jelölt is ész, eszébe vésse, kik is vagytok, és mi is az, amire vállalkoztatok, és hogy milyen nagy a küzdelem tétje. Nem bíróság elé állítanak, nem is kell tudásodat bizonygatnod a mai napon. Befordultak egy hosszú terembe, a túlsó végén egy hatalmas üvegajtó előtt négy testőr állt. Szeléna folytatta a férfi, megálltak néhány lépésnyi távolságban a testőrök előtt. Kol szeme gazdag, olvad bronzszínben ragyogott. Igen, kérdezte a lány, és a szíve kezdett megnyugodni. Ma igencsak csinos vagyám. A kapitány csupán ennyit mondott, majd az ajtók feltárultak. Elindultak befelé. Szelén a büszkén a magas emelte a fejét, amikor beléptek a zsúfolt terembe.